Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Vénusz bolygó ezen a hétvégén nagyon közel áll a naphoz. Itt kitisztul valami a szerelmi élet területén. Tisztázódik valami. És most megtekintjük azt, hogy mi volt a múltban, és mire kellene odafigyelni. Én húzok kártyát ebből a kártyacsomagból. Itt látható a nap. A négy levelű lóhere. És a virágcsokor. Tehát mit jelentenek ezek a kártyák? Itt a nap szintén azt jelenti, mint a nap és a Vénusz bolygó kapcsolata, hogy itt kitisztul valami, rendeződik valami. A négy levelű lóhere szerencsét hoz, de utalhat április hónapra, és a virágcsokor jelenti május hónapot. Az arra utalhat, hogy valaki visszatér a múltból, és itt tisztázódik valami, de nem most a hétvégén, hanem úgy április-május körül. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy valaki a múltból gondol rád, meglep valamivel, mint például ezzel a virágcsokorral, vagy egy ajándékkal, ami szerencsét hoz neked, hiszen a négy levelű lóhere azt jelenti, hogy ennek örülni fogsz. És most megtekintjük a közeljövőt. Szintén húzok kártyát a kártyacsomagból. Itt látható a ház. A ravasz róka. És itt ezek a madarak utalnak változásokra. Tehát megnézzük a kártyákat. A ház az jelentheti a te otthonodat, a környezetedet, mint például a szomszédokat. Vagy utalhat a szülői házra, a rokonokra, ismerősökre. És ott a ház körül, tehát a környezetedben megjelenik ez a ravasz róka. Itt hamisságokról van szó, vagy valaki figyel téged, becsap téged, hazudozik neked, tehát légy óvatos. Azt is jelentheti ez a ház, hogy ez nem a te környezeted, hanem az ő környezete. Tehát az ő környezetében van ez a hamisság. Ha ő még egy párkapcsolatban él, akkor a ház utalhat az ő otthonára, és itt is megjelenik ez a hamisság. És a gólyák jelentik a változásokat, gyakran egy költözködést. Azt is jelentheti ez a kártya kombináció, hogyha te ezt tervezed, és szeretnél elköltözni, akkor ez most egy rossz döntés lenne, mert nem a megfelelő időpont most ezt szervezni. És most megtekintjük a távoli jövőt, mi vár rád. És én húzom a kártyát, itt megjelenik a hajó, ez a hegy, és újra a négy levelű lóhere. És mit jelent ez számodra? A hajó utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra. A hegy azt jelenti, hogy most még vannak itt hátrányok, ez nem megy előre, tehát vannak itt még olyan dolgok, amit rendezni kellene. És a négy levelű lóhere azt jelenti, hogy ha te ezt lezártad, ezeket a nehézségeket, problémákat, akadályokat, akkor szerencséd lesz. Azt is jelentheti, hogy most a téli hónapokban, amire a hegy utal, hiszen jelenti az időt, a téli hónapokat, ez az utazás nem valósul meg, hanem tervezd tavasszal, mint például áprilisban, hiszen a négy levelű lóhere április hónapra utal.
ez az utazás lehet egy lelki út is, még itt vannak akadályok, de későbbiekben szerencséd lesz. És ez volt a hétvégi jóslásom, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!